Jó reggelt kívánok! Folytatódik a start. A legutolsó adatok szerint, ami nem biztos, hogy a legfrissebb adatok szerint, már több mint 5000 koronavírusos beteg van kórházban, minden tizedik pedig lélegeztetőgépen. Ehhez képest van egy oltási terv, amit így nagy vonalakban érdemes megvizsgálni. Ebből az derült ki, hogyha 7,5 millió, 8 millió embert beoltattak volna Magyarországon, akkor elértük volna a nyári immunitást. Ettől még messze vagyunk a legfrissebb számok szerint is, kb. 6 millió arra tekinthető az, aki már megkapta legalább az első oltását, még mindig hiányzik 1,5-2 millió ember ahhoz, hogy elérjük ezt a tervezett oltási tervet. Nagyon sokan felvették már a harmadik oltást, 1,5 millióan, az, hogy tényleg sok-e vagy nem, ezt is meg fogom kérdezni Kacskovics Imre immunológustól, hozzáérkezek ide a pulpitushoz. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjük a legvégén, azt mondtam, hogy sokan felvették már a harmadik oltást. Elegendő ez a 1,5 millió körüli szám? Én bíztatnék mindenkit, hogy tovább fokozódjon ez a szám és növekedjen, és erre az ábrára rátennék egy időablakot. Körülbelül 4-5 hónap az a sáv, ami hatékony védőoltás, az 4-5 hónapig véd, talán 6 hónapig, de... Tehát elképzelhető, hogy ennek a 6 millió körüli embernek, akik megkaptak már legalább egy oltást, ott is nagy részük már kezd kilépni ebből a 4-5 hónapból. Így gondolom, igen, azzal a kiegészítéssel, hogy aki egy oltást kapott meg, kivétel a Janssen, az nem lehet biztonságban egyáltalán. Aki két oltást kapott, annak valószínűleg kicsi az esélye, hogy súlyos beteg legyen, de egyre növekszik, ahogy az idő telik a második védőoltás vonatkozásából. Ugye nagyon sok, még mindig hiányzik egy 1,5-2 millió ember, hogy elérjük ezt a teljes oltási tervet, és közülük sokan azt mondják, hogy ő környezetükben volt, aki megbetegedett, többször is adott esetben munkahelyen, családban, ők nem kapták el a betegséget, akkor ők ezek szerint védve vannak. Nagyon kíváncsi vagyok, a tudományos háttérrel elképzelhető ilyen? Igen, elképzelhető. Hát tudjuk a kezdetektől fogva, hogy a koronavírus is egy olyan fertőzés, mint majdnem mindegyik, vagy szinte mindegyik. Az emberek egy része, ha meg is fertőződik, nem lesz beteg. Itt ez kb. 80%, tehát viszonylag nagy számú emberről van szó, aki csak fertőző, nyilván ez veszélyezteti a társadalom egészét, és általában a fertőzöttek 20%-a lesz beteg, és sajnos 2%-a meg is hal. Tehát nem minden fertőzött lesz beteg, ezt nagyon régóta tudjuk. Azt is el lehet mondani, hogy a koronavírus, tehát a jelenlegi koronavírus, a SARS-CoV-2-es, az nagyon enyhén halálos, ha szabad ilyet egyáltalán mondani, hiszen az ő elsőszülött rokona, a SARS, az 10%-os halálozást okozott, és a következő fázisban a MERS az 30%-os halálozást okozott. Tehát ez a mostani a 2%-kal az nem tekinthető nagyon véres szájúnak, ha szabad így mondani. Akik eddig nem oltották be magukat, meghallgatva önt, most azt mondják, hogy semmi okom akkor felvenni az oltást. Nem, nagy esélyük van, hogy megkapják a betegséget, és közülük 20% a kórházba kerül, illetőleg 2%-a meg is hal. Tehát én azt mondanám, hogy nagy eséllyel sokan betegek lesznek, és sokan meg is halnak, úgyhogy szaladjanak oltakozni. Ön milyen számokra figyel? Napi szinten mondjuk el a kórházba kerültek számát, az intenzív osztályon lévők számát, lélegeztetőgépeken lévők számát, a kontaktuk, tehát hogy hányan gyógyultak meg. Mi az a szám, ami ön szerint fontos ebben az egészben? Hát én egy nagyon jó indikátornak, nagyon csúnya számnak tartom, ha szabad így mondani, a lélegeztetőgépen lévőknek a számát. Azért, mert ez viszonylag hamar bekövetkezik a betegség lefolyása során, sokan 3-4-5-6 nap alatt kerülnek intenzív és lélegeztetőgép ellátásra, és hetekig, hónapokig küzdhetnek az életükért, az életben maradásukért. Tehát a halálozásnak van egy ilyen eltolódott fázis, az később következik be, mint ahogy a lélegeztetőgépre. Ha ezt nézi, kerültek. Akkor hol tartunk most? Rossz helyzetben vagyunk, tehát én szerintem egyáltalán nem gyengébb a negyedik hullám a harmadikhoz képest, és az az igazság, hogy ennek legalább két oka van. Az egyik a delta variáns, ami sokkal fertőzőbb, ezt mondtuk a legelején. A magyarok nem kivételek, itt ugyanolyan emberek vagyunk, mint mások. Másoknál is a védettség csökkenése az ahhoz vezetett, hogy berobbant úgymond a járvány. Ez hozzánk egy picit később érkezett, meg később robbant. Ennyivel vagyunk még rosszabb helyzetben, már a tekintetben, hogy akik felvették a védőoltást, azok csúsznak ki az időből, a védettség idejéből. Tehát ezért
szorgalmazom a harmadik védőoltás felvételét mindenképpen. Akik azt mondják, hogy megkapták a másodikat, semmi szükségem arra, hogy a harmadikhoz is hozzáférjek, hiszen valamekkora védettséget ad, nagy baj nem lehet. Igaz ez a fajta magyarázat? Szerintem egy nagyon rossz magyarázat, nagy baj nem lehet, hát nem tudom, mit tekintünk annak, hát lehet, hogy nem hal meg, de az, hogy hetekig bent van egy intenzív ellátottságban, az egy nagyon nagy baj. Az egyén szempontjából is, a társadalomról ne is beszéljünk, amikor a kórházakat részlegesen le kell állítani és át kell hangolni, csak a COVID osztályok terebélyesedése miatt más ellátás az pedig nem lesz, vagy csökkentebb mértékű. Tehát minden szempontból ez egy rossz gondolkodás. Liszievicz Júlia tegnap a Híradóban azt mondta, hogy 5000 embert lehetne megmenteni a haláltól, ha kötelező lenne a maszkviselés, és Olaszországra utalt ezzel, ahol nem szüntették meg a kötelező maszkviselést, és jóval kevesebb a fertőzöttek száma. Ön lát hasonló összefüggést? Én nem vagyok járványmodellező, ő is virológus. Tehát én a védőoltások hatékonyságát ismerem jobban. Vannak Magyarországon járványmodellezők, akik becsülik. Én úgy tudom, hogy 2-3 héttel korábbra vagy távolabbra senki nem lát. Annyira sok faktora van ennek. És egy nagyon fontos elem ennek az egész történetnek, hogy a társadalomnak úgy kell keresztül jutnia ezen a válságon, hogy közben alapvető dolgok ne sérüljenek. Ha már visszatérünk az eredeti szakmához, immunológiához, sokan attól tartanak, hogy ezzel a megismételt állandó oltásokkal tovább gyengítjük, rontjuk a szervezetünk a természetes immunvédelmét. Ez teljesen alaptalan, illetőleg beszéltem kollégákkal nemrégen, ugye mindenki attól fél, hogy esetleg valami autoimmun betegséget kap az oltásoktól, pont ellenkezőleg, sajnos a COVID önmagában okoz olyan súlyos gyulladást, ami autoimmun betegségekhez vezethet. Így például, ha valaki, csak a legjól ismertebb példát mondjam, ha valaki COVID fertőzött, akkor annak 25%-a szívizomgyulladást kaphat. Szemben a Pfizer oltással, ahol a esetlegesen előforduló szívizomgyulladás az 5 az 1 millióból, tehát messze-messze nem összehasonlítható ez a két alány. Mi a helyzet a gyerekekkel? Tehát ugye ott is előbb-utóbb elérhető lesz most már itthon is a 12 évek alattiak számára is beadható oltás. Jó szívvel meri mondani egy gyermeknek, hogy, illetve a szülőnek, hogy vegye fel? Igen, én jó szívvel merem mondani. Egyébként kisebb dózis kapnak, mint a felnőttek. Izraelben a napokban el is kezdik a fiatalokat. Változatlanul azt mondom, hogy a kisgyerekek alapvetően nem érintettek, ők nem lesznek betegek, viszont terjesztik a betegséget, időseket, hozzátartozókat fertőznek meg. Ezzel, tehát hogy a kisgyerekeket is oltják, vissza lehetne szorítani ezt a járványt abban a mederben, ahol ez kezelhető, és nem okoz társadalmi traumát. És neki nem okoz később problémát, hiszen ő egy fejlődő szervezet. Nem okoz későbbi traumát. Hackovics Imrének, köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen a lehetőséget.